Mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen elhagyniuk a lakásukat. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője, az egyik legutóbbi tájékoztató videóban az otthonmaradásra kéri a lakosságot. A rendelkezésre álló adatok szerint a koronavírus az idős, legyengült szervezetet veszélyezteti leginkább, így a 65 éven felülieknek fokozottan kell vigyázniuk magukra. Dr. Fenyő József, a Bajai Szent Rókus Kórház osztályvezető főorvosa kiemelte, az idős emberek mellett a szív- és érrendszeri vagy egyéb tartós betegségben szenvedőkre is komoly veszélyt jelent az egyre terjedő vírus. Az időseknél arat sajnos a betegség, de ezen kívül külön kiemelném, hogy vannak egyéb rizikócsoportok, ilyen például a daganatos betegek, a krónikus légúti betegségben szenvedő betegek, aztán a szívérrendszeri betegek, valamint a tartósan fekvő elesett betegek, tehát például egy ilyen szélütés után valaki fekvő beteg ágyhoz kötött, tehát bármiféle krónikus, súlyos, úgynevezett társbetegsége van, ezek rizikósabbak. Természetesen a fiatalokra is figyelni kell, de én azt gondolom, hogy ezeket nagyon fontos betartani. Hétfő reggelre tovább emelkedett az azonosított betegek száma. A legfrissebb adatok szerint 167 igazoltan fertőzött beteg van Magyarországon. Egy mohácsi személynél beigazolódott a koronavírus fertőzés, egy másik embert pedig a fertőzés gyanújával szállítottak kórházba, tájékoztatott a település polgármestere. Feltételezések szerint Szegeden is megnőhet a betegek száma, az elmúlt napokban ugyanis több orvos és klinikai munkatárs esetében mutatták ki a fertőzést azok közül, akik érintkeztek a Szegedi Tudományegyetem fertőzött rektorával. A koronavírus tünetei kortól és egészségi állapottól függően eltérőek lehetnek. Erről a Dél-Pesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa számolt be vasárnapi sajtótájékoztatójában. A köhögésre, az enyhe fulladásra, a magas lázra, a gyengeségre, az izom és izületi fájdalmakra kell gondolni. Ezek a koronavírus betegség leggyakoribb tünetei azoknál az embereknél, akiknél a betegség enyhe lefolyású. Körülbelül 20%-ban egy néhány napos köhögés után egy még erősebb, még magasabb láz, időnként köpetürítéssel járó köhögés, rendkívüli gyengeség és fejfájás jelentkezik. Ilyenkor a betegség a súlyos stádiumba vált át. Orbán Viktor a rendelkezésre álló készletekről és a március 24-től érvénybe lépő intézkedésekről számolt be hétfő délelőtti sajtótájékoztatójában. A miniszterelnök kiemelte, a tömeges megbetegedések lassítása érdekében kedd reggeltől minden intenzív ágy mellett dolgozó orvost és ápolót speciális maszkkal látnak el, a többi osztályon dolgozó szakemberek pedig sebészi maszkot kapnak.